Több száz szurkoló volt kíváncsi a győri Audietto KC idei első hazai edzésére. A felkészülés ugyan már tart, de eddig Lanzarote-ban edzett a csapat, ahol egy felkészülési meccset is játszottak a zöldfehérek. Azért jó kemény edzések voltak, kondi edzések és futóedzések, úgyhogy inkább azt mondom, hogy jó nehéz volt ez a Lanzarote. Gyönyörű helyen voltunk, tényleg minden feltétel adott volt, úgyhogy volt egy kis csapatösszetartás is, ami nagyon-nagyon jól sikerült, az is inkább egy ilyen vetélkedős kis erőléti kicsit, úgyhogy az is beletéve, úgyhogy ugye az egész hét az nagyon jól sikerült, de ez még nagyon az eleje, úgyhogy itthon folytatjuk. Az első itthon töltött hetekben a fő feladat az lesz, hogy összecsiszolódjon az együttes, és az új igazolások is otthonosan mozogjanak a különböző formációkban. Three new players that has to know the system and how it's working around here. Három új játékos van, akinek meg kell tanulnia a mi játékrendszerünket, és hogy hogyan dolgozunk. Ebben hatalmas szerepe lesz majd a már régebb óta itt játszóknak. Kell majd az ő segítségük is ahhoz, hogy az újak minél könnyebben és gyorsabban beilleszkedjenek. Ismerem a csapatot, így biztos vagyok benne, hogy ezzel nem lesz gond. Nincs túl sok időnk a felkészülésre, de a csapat és a stáb összetétele miatt biztos vagyok benne, hogy minden működik majd. Perfect. Az Audietto új igazolásai is most mutatkozhattak be először a közönségnek. Ismerem a csapatot és a csarnokot is, hiszen ellenfélként jó néhányszor megfordultam már itt. Még akkor is felemelő érzés volt, hiszen fantasztikus volt a hangulat. És nagyon várom már, hogy újra átélhessem, főleg, hogy most nem ellenem, hanem nekem szurkolnak majd több ezren. Szerencsére mindenki nagyon kedvesen fogadott, így az első benyomásaim nagyon pozitívak. Az Audietto KC számára szeptember 2-án kezdődik a bajnokság egy DVSC elleni mérkőzéssel, addig azonban még több felkészülési meccse is lesz a csapatnak, amelyeket hazai környezetben ingyen nézhetnek meg a szimpatizánsok.